Szép jó estét kívánok kedves mindnyájuknak. Mindenkit nagy örömmel, nagy tisztelettel köszöntök a Kikötő Polgári Szalon mai rendezvényén. Ez a szalon ez idén ősszel lesz 6 éves, és a célom a létrehozásával az volt, hogy a maguk területén értékes, példaértékű munkát, tevékenységet űző személyeket, méltán ismert személyeket hívjunk el Komáromba egy órás, bőórás, másfél órás beszélgetésre. Ez a mai alkalommal is így lesz. A forgatókönyv szerint egy bőórában beszélgetek a meghívott vendégünkkel, és azután lesz lehetőség önöknek is kérdezni a vendégünktől. Kérem, hogy ha időközben megfogalmazódik önökben valami kérdés, az bátran tegyék fel a végén. A mai vendégünk Görög Ibolya, magyar protokoll szakértő, szaktanácsadó, író és előadó, az általa vezetett G-protokoll szaktanácsadó BT ügyvezetője, aki 1987-től 1999-ig dolgozott a miniszterelnöki hivatal protokoll főosztályán, 1992-től főosztályvezetőként. 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének lett a birtokosa, alig ha hiszem, hogy kevesen hallottak róla, sokan csak úgy emlegetik, mint a protokoll magyar nagyasszonya. Isten hozta körünkben, nagyon köszönöm, hogy elfogadta szépen a kívásunkat. Köszönöm. Ezt a nagyasszonyt azért nem szeretem, mert az öreg, az egy olyan mixátos, nem olyan nagyasszony, szóval olyan, tudják, mire gondolok. De azért köszönöm szépen, nagyon jó volt a laudáció, köszönöm. Ha már ezt a nagyasszonyt így kiemeltük, akkor ez feltételezi, hogy hányan vannak ebben a szakmában. Tehát ha van valaki nagyasszony, elismert vezetője ennek, vagy egy vezető arca a protokoll szakértésnek, mennyire népszerű szakma ez? Az az igazság, hogy olyat, hogy protokoll tanítani olyanból sok van. Protokollos, tehát aki effektíve csinálja a ceremóniákat, abból viszont nem tudom, hogy hányan vannak. Ugye minisztériumokban szoktak lenni, önkormányzatoknál, azokkal viszonylag ritkán találkozom, de a szakmát, aki csinálja, tehát akit előad, tanít, olyanból azért hál' Istennek, hogy vagyunk. Egyébként érdekes dolog, mert pont most mondta egyik nagyon régi kollégám, hogy Ibolya, mi nem egyformák vagyunk, mert én tanítok, te meg előadsz. És ez valóban igaz, hogy én Blaha Lujza, szóval én nem szoktam hogy nagyon mereven lenni az előadásaimban, bár tanítottam is, mert a Corvinus Egyetemen Budapesten több mint 12 éven keresztül kurzusaim voltak, tehát fél éves kurzusok, és akkor a gyerekekkel annyi zughallgatók is beültek, meg elhozták a szüleiket, meg minden teltház volt, de azt abba hagytam, mert már fizikailag nem bírtam, úgyhogy az nekem sok volt, de előadásokban pedig rengeteget. És mindjárt akkor így fejest ugorva a mélységbe. Hogyan csöppen valaki a protokollnak a világába? Én azt mondom, ez annyira speciális terület ez. Az ember, amikor fiatal, akkor cowboy akar lenni, orvos akar lenni, csillagász. Hogy lesz valaki protokoll szakértő? Hát én színésznő akartam lenni, csak anyukám mondta, hogy vastag a lábam, nem menjek színésznőnek. De végül is azért az életben minden összejön, mert aztán végül protokollosként, protokollfőnökként már ott a színészet már kezdődött. Most meg hát pláne kiteljesedek. Egyébként ebben tényleg csöppen az ember. Amikor én kezdtem, ugye 87. januárjában kerültem be, miszerint protokoll osztályára, nem tudtam, hogy ez mi. Fogalmam nem volt, csak volt két diplomám, négy nyelvvizsgám, mondták, hogy nem volna el kedvem, abban megyek. És ott az első hónap napokban tanultam meg a szakmát, ültetési rend, gépkocsi sor, delegációk fogadása, tehát az a protokoll munka volt. Tehát a protokollt azt ott szakmailag megtanultam, de amit én most hirdetek, az nem is annyira a protokoll, az inkább a viselkedéskultúra. Tehát, hogy kell köszönni, kinyújt előre kezet, mit vegyél fel állásinterjú, tehát a viselkedés elemeket. Ezt meg nem lehet tanulni, szerintem hozza magával az ember. Hát a korosztályomból nem nagyon vannak már, mert túl vagyok haladva itt a korosztályokat, de arról tudják, hogy miről beszélek, az otthonról hozza az ember iskolába, amit felszed, és magára szedi, az a viselkedéskultúra, és én azt hirdetem. És egyre nagyobb az igény rá, mert egy csomóan tudják, hogy kéne, de hogy nem úgy csinálják, hogy be kell az embereket tanítani, és akkor én ezt vállalom. Józan paraszt észszel az embernek
szinonim fogalmak a viselkedéskultúra, az illemtan, a protokoll, holott ezek egymástól különböző dolgok, olvasva az ön könyveit. Mi a lényegi nagy különbség a viselkedés és mondjuk a protokoll között? A viselkedéskultúra, az illemtan szóton, én az I betű szavakat nagyon furasz, nem nagyon szeretem. A viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van, a grófék nem még éjszaka is, és ez minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja ki, hogy azon belül hogy kell kommunikálni. Másképp kell egy arab kisfaluba, másképp egy kínai városba, tehát az a kultúra előírja azt, hogy azon belül hogy kell kommunikálni. Ez a viselkedés kultúra. Különben a mi európaiságunk meg azt mondja, hogy megyek, ott alkalmazkodom. Tehát amikor elmez ember egy olyan országba, ahol még, ami nem egy európai kultúra, abból nyilván fölkészül, hogy ott tudjon olyan kellőképpen viselkedni, hogy ne zárják ki a közösségekből. A protokoll az már egy szervezett mozgás. Ez egy bármilyen szinten, hogy egy vállalatigazgató, vagy két miniszterelnök például egyformán kell, hogy egy dokumentumot aláírjon, vagy egy ültetési rend egy tárgyalásnál. Tehát az már protokollnak van valami szabályozott rendszere, amit azért kell betartani, mert egy szinten felül ezt már tudják. És ha valaki valamit nem tart be, a protokoll szinten annak is jelentése van. Például a két nagykövet nem fog egymással kezdeni, akkor a két ország háborús állapotban van, tehát jelzésértéke van. Tehát ezért kell a protokollt nagyon tudni, mert a másik egyből ráérez, hogy ez nem olyan, vagy ezt nagyon tudja. És akkor a harmadik fogalom az etikett, az olyan nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális, az hétköznapi etikett nincs, belepusztulnánk. Tehát egy esküvői ceremóniának, a ceremónia résznek etikettje van, a lakodalomnak meg viselkedés kultúrája. Ja, hát egy darabig szoktam mondani. Tehát és mondom, a etikettel csak olyan helyen foglalkozom, ahol valóban olyan szakmát csinál, rendezvényszervezők, tehát ahol azt külön kérik. A protokollal ott érdekes módon nagyon sok cégnél, tehát a cég, nemzetközi cég jön a külföldi partnere, minden, tehát ott arra van szükség. De a legtöbb ez a viselkedés kultúra rész, ezt meg hál' Istennek, hogy nagyon sokan, sokszor nagyon sok felé járok az országban, és művöldési házakba, kultúrközpontokban összeülnek az emberek ott, akkor erről szoktunk beszélgetni. Úgyhogy nagyon szép az életem. Na. Azt látom, hogy rengeteg megkeresése van. Hogyan szelektál ezek között? Időrendben. Tehát amikor hívnak, hogy azon a napon éppen szabad vagyok, tehát én nekem nincsen különösebb mércém, hogy mit vállalok el és mit nem. Amit nem vállalok, az egyszemélyes fölkészítés. Na, azt nem vállalom, mert abból soha nem jövök ki, jól egyszer próbáltam. Viszont régebben még nagyon sokat dolgoztam. Ma már ugye, mert már öreg vagyok, most már csak ilyen hetente kettőt, hármat, többet nem szoktam vállalni, de szerencsére, hogy tényleg nagyon sokan kérnek, és nagyon sok felé. Tehát nem csak nyilvános előadásaim vannak, hanem ilyen cégek, könyvelők, műszaki vezetők, kórházigazgatók, tehát főnővérek, tehát nagyon sok felé szoktak hívni, de az már egy speciális fölkészülés. Van egy általános téma, és akkor utána, amikor olyan helyre megyek, hogy mit tudom én, könyvelők, akkor ott arra külön a pénzügyvilágban, vagy bankároknál, ott külön veszek egy olyan részt, ami arra mondjuk fontosabb. Amikor ön 1987-ben akkor ebbe belecsöppent, akkor önnek ezt tanították, vagy van ennek szakirodalma, vagy van ma ennek az ön munkáin kívül elérhető szakirodalma? Hogyan sajátítja el ezt, vagy sajátította el ezt? Hát alapvetően? Én ezt ottan speciálisan a gyakorlatban. Tehát az volt, hogy mikor januárban beálltam, akkor a delegációzás munkára volt rajtam kívül még két fiú kollega. Az egyik az január végén elment egy gerinc műtétre májusig, a másik meg rá három napra egy Budapest bárba vittünk, emlékszem rá, ilyen csehszlovák delegációt, ő meg ott eltört a bokáját. Úgyhogy decemberig gondolom, hogy ott maradtam egyedül befejezni azt az előző delegációt. Két nap múlva jött az etióp, tehát ott gyakorlatban meg kellett tanulnom taxisofőröktől, pincérektől, hogy mit, hogy, meg minden. Persze van ennek leírt, hát nem irodalma, hanem egy ilyen kis kézikönyve, de leginkább ez a munka, ez a protokollos munka inkább a ráérzés. Hogy amikor a vendég jön le a repülőgépről, és ott várom, nekem úgy kell rámosolyognom, hogy ő már eleve jól érezze magát. Mert ha jól érzi magát, akkor kevésbé lesz kötözködő. Tehát nekem az elején empátia, hogy ráérezzek, hogy neki mi az, ami kell. Mondjuk erre van egy aranyos példa, mikor a delegációt vártunk, hát nem tudom, mert borzasztó régi sztorik ezek, hát ez 99-ben már vége is volt, de hát nem tudom ma, hogy megy, de annak még úgy volt, hogy a vendégtől előre megkérdeztük, hogy milyen speciális ellátási igénye van. Tehát vegetariánus, mozgássérült, tolpárnára érzik-e, ilyesmit.
És nem az az úr, akit vártam, nem mondott semmit, hogy aki jött le a gépről, két bottal jött le. De nekem nem írta meg, hogy ő mozgáserőt, magyarán ő nem akarta, hogy annak kezeljem. Tehát én nem külön, nem. Mondjuk annyi volt, amikor a parlamentben megérkeztünk, akkor megkérdeztem, hogy nagyon szép liftünk van, 94 különböző fából van az interjája, ne nézzük-e meg. Tehát nem mondtam azt, hogy nem tudná fölmenni a lépcsőn, tehát nyilván. De én azt azon szerettem, mert ahány vendég, meg hát ahány miniszterelnök, már volt abból is egy csomó, hát én 7 miniszterelnököt szolgáltam az 12 év alatt, nagy volt akkor a fluktuáció nálunk. Tehát a ráérzés, hogy, hogy ráérezni az emberi oldalára, tehát ez inkább ez volt, ami az érdekesség, mert a ceremóniát, tehát hogy díjátadás, egyébek, azokat tényleg meg lehetett percek alatt tanulni, de utána annak a érzelmi lebonyolítása az volt, ami nagyon tetszett nekem mindig. Amennyire én tudom, ezt régen a gyerekek, döntően a szüleiktől sajátították el az alapvető viselkedési normákat, vagy az iskolában volt tánc és illemtanóra. Ma, a mai gyerekek ezt honnan tanulják meg? Jaj, Gergő, ez az én borzalmas fájópontom. Az dühít engem, hogy ma az a elfogadott trend, hogy a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Ez a szerencsétlen teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt se tudja, hogy hú van. Tehát a szülőnek át kell adni, egyszer egy nő hívott föl, hogy hány éves korban kell elkezdeni a gyereket nevelni, ám mondtam, már késő. Ezt apránként rá kell aggatni, és nem azért, hogy a szülőnek nyugodt élete legyen, hanem hogy a gyerek megtanulja, hogy egy idő után be kell neki illeszkedni a társadalomba. Tehát köszönj, gyerekem, ha belépsz, egyéniségettől még nem sérül meg. Tehát otthonról kéne átadni olyanokat, ami a gyereknek segít. Például nagyon jó példa erre, hogy az óvónénit a gyerekek tegezik az óvodába. És amikor átmennek az iskolába 3 hónap után, a gyerek állott, mint a Bálám szamara, hogy nem szabad tegezni a tanítónak, akkor most hogy mit mondjak neki? Tehát ugye a szülő nem tanítja meg arra, hogy van tegezés, meg magázás, meg csókoló. Nem, mivel nem tanítja meg, a gyereknek lesz rossz érzése, hogy ott nem fogja tudni megállni a helyét, mert nem találja a helyét. Ilyen szempontból mondjuk a 80-as, 90-es évekhez képest mostanra nagyon romlott a helyzet? Ebből a szempontból az emberi szabadság gyűrűzött be azóta. Azért 90-es években azért még volt valamennyire fegyelmezés a gyereknek, most már nem lehet. Most majd tanár, hogyha csúnyán néz rá, már az is lelki terror, tehát elég, nem nagyon értem a dolgokat. Jó, hát engem se vertek a tanáraim, nem arról volt szó, de hogyha a Kurcina Pista bácsi fizika órára szomorúan jött be, akkor minden, úristen, mi Pista bácsi? Szóval valahogy érzelmileg tudtak bennünk ránevelni arra, hogy tiszteletet váltsanak ki belőlünk. És sajnos én ezt nem látom. Egyébként pedig úgy általában nem nagyon romlott a helyzet, mert az alapviselkedésben az emberek tudják, hogy kell. Csak úgy vagyunk megcsinálva, tudja Gergő, hogyha 10 emberből 9 jól csinálja, egy meg rosszul, az egyet általánosítjuk, hogy ezek. Pedig nem igaz, mert az emberek zöme az tud normálisan viselkedni. Csak mondom, sajnos ez a 1% az meg nagyon nem, de hát nem mindenkit mit csináltunk. Hát ilyen is van, hát nem tudunk vele mit csinálni. Az milyen érzés volt, amikor az első számú Magyar Közjogi Méltóságnak a közvetlen protokoll főnöke volt? Ugye hát, Lázár György volt, kevesen ismerik a nevét. Miniszterelnök volt, ő nem az első szám, az első szám az államelnök, tehát a 2. szám a Kádár miniszterelnök. Jánség. Igen. Lázár György az tulajdonképpen olyan ködbe veszik, tehát olyan borzasztóan merev, nagyon szabályozott, nem volt különösebb problémám. Utána volt a Grósz Károly, hát ő szerette a borsodi sört, azt tudjuk. Ő inkább ez az ilyen pártitkáros, hogy naftársnő, Érike Mána tarhonya. Szóval ő vele kicsit furább volt. Aztán jött Németh Miklós, őt imádtam. Ő az első ember volt, egy kultúrember. Mikor parlamentben ugye az eskütételen megvan, akkor délután mindig jönnek a nagykövetek gratulálni. És egymás után fél óránként. És mondom a titkárnőnek, hogy itt van a következő, hogy menj be, szóljál neki. Bemegyek.
cigizett, azt mondjam, hogy itt nem lehet a francba egy cigit se elszírni, na hozza őket. És akkor így megálltam, hogy ilyet egy miniszterelnök, tehát borzasztan oda voltam érte. Egyébként utána is még sokáig leveleztünk, tehát egy kellemes ember volt. Hát Anta József az pedig maga volt az álom. Hát úriember teljesen. És ő tudta, hogy én miért vagyok. Ibolya azt mondta, azt úgy kell csinálni. Tehát borzasztó jó volt őt szolgálni. És ami még nagyon ritkaság, hogy ő minden egyes program után külön nekem megköszönte. Hát ez... Az ember ilyenkor ájul el. Aztán ugye jött Hon Gyula, ő vele azért nem volt bajom, mert ő külügyminisztériumban nőtt föl, hogy úgy mondjam, és neki a vérében volt, hogy tudja, hogy mi az, hogy protokoll. Tehát neki nem kellett mondani semmit, ő tudta magától. Úgyhogy még 4 éven keresztül nem is nagyon beszélgettünk egymással, mert minek? Hát tudta, hogy én, mert köszöntünk kész. És aztán jött Orbán Viktor, és az őt még 9 hónapig szolgáltam vele. Az volt az első érájáról beszélek, még ugye 99-től, 98-tól. A legnagyobb bajom az volt vele, hogy ő állandóan késed, de nem 5 perceket, fél órákat. És ilyenkor a vendéggel borzasztóan nehéz vendéget szóval tartani, meg ugye el szép idők van, meg mit tudom én mit, hogy ugye kimossam a saját miniszterelnökömet, hogy miért kellett várni. És emlékszem rá egyszer, hogy az amerikai nagykövetség tanácsos, főtanácsosa jött, és hát mondták, hogy az legalább fél órai bajom, míg a miniszterelnök már éppen valahol van. És hát mit csinálják, mondom ennek a tanácsosnak, hogy budapesti tenélt, hát nagykövetségen dolgozott, hogy nézzük meg addig a parlamentet. Azt mondja, ő azt már látta vagy 20-szor. Mondom, és a pincét? A pincét? És levittem is ilyen sárga, ilyen klingeltégrával kivert folyosok, minden, hát ez teljesen oda volt a gyönyörűségtől. Tehát ez volt a protokollos munkának a szépség, hogy az ember megtalálja ezeket a kis napi gyönyöröket, hogy úgy mondjam benne. Úgyhogy aztán 99. március 12-én pedig mobiltelefonon felkértek, hogy már nem menjek be többet, na minden. De hál' Istennek, hogy így történt. Erre még rá fogok kérdezni. Ez alatt a 12 év alatt történtek-e akár kisebb, akár nagyobb protokollhibák? Akár amikre ő rálátott, vagy amikhez közvetlenül köze volt, vagy amikről értesült másoknál? Gergő, élő protokollos magának hibákról nem fog beszélni, mert nem a hiba a lényeg, hanem ahogy megoldom. Mert ha hiba történik, és én megállok, akkor is megoldom, de akkor mi voltam ott? Hanem gyorsan rá kell pattani, meg kell oldani, és ami a lényeg, hogy utána azt kell mondani, hogy hát ennél jobban senki nem tudta volna megoldani. Tehát, de nagyon sok ilyen volt. Tehát egy aranyos volt. Egy szombati napon fölhívott az egyházügyi államtitkár, hívott föl, hogy hétfőre várta egy dél-afrikai püspököt, de Ibike már itt van, csináljon vele valamit a hétvégén. És volt egy ilyen kis másfél méteres kis koronfekete püspökbácsi, egy nagy darabba gondolom a védelme egy másik pap, és egy kis hófehér kis holland apáca néni. És ugye a hárman vannak, akkor mikrobusz kell, intézem a mikrobusz, minden másnap vasárnap, ugye Budapest-Szentendre, hát az a szokásos. És Pesten kezdtük, és a Mátyás templomban 9:30 körül az előző misének már vége volt, és még akkor nem volt senki a templomban. És azt mondja az én püspök bácsim, hogy ő itt most szeretne egy misét tartani. Na most protokollos nemet nem mond, hát olyan nincs, hogy nem, hanem just a moment, mindjárt megkérdezem. Mentem a sekrestyébe, olyan napot kívánok, mondom, ez meg ez vagyok, és van itt ez a püspök úr, és hát szeretne egy misét tartani. Azt mondják, hogy latinul vagy angolul. Ott tudtam meg, hogy nem csak hogy lehet, hanem neki stációnként misézni kell. Tehát erre föl voltak ott készülve. És egy 10 percen belül már kis oltár, minden meg volt csöngő, tehát rendesen már tartott egy kis misét. Én meg az oszlop mögött álltam, hogy már megint mit csináltam. És ugye az úri közönség meg már gyűlt a következő misére, és nagyon csodálkozva látták ezt az én kis papbácsimat ott oldalt, de hát megoldottam. A könyveiben többször leírja, hogy nem lehet gyakorlatilag azt mondani, hogy nem, amikor valamit kér a külföldi delegát. Miért nem? Nem csak külföldi, egyáltalán embereknek is az, hogy nem tudom, meg nem, ezek semmi értelmes, csak magamra vonom a negatívumot. Mindjárt megkérdezem, utána nézek, tehát valami megoldást kell válaszolni, és nem az, hogy nem, hanem hogy megnézem, utána nézek, és valamit csinálok. Tehát a viselkedés kultúrában általában is mondom, hogy ez az ilyen nem tudom, ez a nagyon szőkenő. Na most a szőkenő az nem hajszín, hanem áll.
lapot. Tehát ilyeneket nem mondunk, hogy nem, hanem ha megoldást keresem. De nem lehet valami olyan váratlan, extrém kérése egy vendégnek, ami akár az időrövidsége miatt nem lehet kivitelezhetetlen, hogy megoldják. Azt mondom, hogy ne inkább emeszt. Tehát valahogy a megoldást mondom mindjárt, és nem azt, hogy nem. Megpróbálj átfordítani pozitívba. Persze, egyértelmű. Ahogy kutakodtam az interneten, én is találtam egy protokollhibát, ha ez annak számít. 1993-ban járt II. Erzsébet először és utoljára Magyarországon, és sokáig lebegett ez a történet, hogy Szabad György házelnök Please Madame-nak szólította, és maga nyújtotta kezét a Please Majesty helyett. Ezek a protokollhibák, ezeknek van következményeik? Ezek valójában ezek fontosak, vagy számítanak, vagy csak kellemetlenek? Ezek azért számítanak, mert látja, még mindig emlékszik rá. Tehát egy negatív emléket hagy maga után. Egyébként pedig Erzsébet királynő már hozzá volt szokva, hogy vele szemben nem valaki mindig hibázik. Tehát ő már ilyenkor szemeserebbent. Mondjuk a kéznyújtás az már veredeke, mert a királynőt nem szabad megérinteni. Tehát amíg ő nem nyújt, addig ő nem mert hozzá, jó napot kívánok. Tehát nyilván ne. Azt mondjuk már ő is kicsit hátrálép, de hát nyilván elfogadta, mert azért volt neki iskolája. De mondtam a protokollról, hogy az ilyen apró hibákból az emberben bennmarad egy rossz érzés. Tehát, hogyha, és ez a mai napig is igaz, hogyha valaki olyan hibát követel a protokollban, akkor valahogy úgy másképp néznek rá, másképp fogadják el azt, amit mond is. Két történetet szeretnék, hogy elmesélne, amelyeket nagyon plasztikusan megírt a könyveibe, de nem feltételezem, hogy ezt többen olvasták. Az egyik, amit élete horrorisztikus eseménynek ír le protokoll szempontból, ez pedig Michael Jacksonnak a parlamenti látogatása. Ezt elmesélne, hogy ezt hogy élte meg, és ezt hogy sikerült lebonyolítani? Hát... Valóban egy horror volt. Igen, elég horror volt. Nyár volt, tehát nem volt jóformán senki elérhető, és tudtam, hogy óriási sajtója lesz. És én próbáltam a kabineten keresztül elérni azt, hogy valami államminiszter, államtitkár, valaki legyen már ott, hogy kifelé a sajtó felé elmehessen az is. De nem ez volt a baj, hanem ugye az érkezés előtt rengeteg sajtó volt. Jó van. Jött először, gordult be egy mikrobusz, kiszállt 6 ilyen konyhaszekrény, és ugye hát a nyilván angolul, hogy ki itt a vezető, hát mondom, én leszek a vezető. Jó van. Akkor jött a következő autóból, megint kiszállt 6 ilyen konyhaszekrény testőr. És a végén gördült be egy kis mikrobusz, és kiszállt belőle Michael Jackson a karján. Van egy magyar származású ilyen törpenővésű színész. Ez a Misu. És azt hozta a karján. Hát már eleve furcsa volt. Én köszöntem, letette a Misut, kezdtünk menni föl a főlépcsőn, és már a főlépcső felén voltunk, amikor úgy rám néz, akkor vette észre, hogy én közben beszélek hozzá. Ugye a parlamentről. Rám néz, és az fölnéz, azt mondja, jaj, de szép, ilyen lesz a következő házam. Na, akkor majdnem lerúgtam a lépcsőről, de hát mondom, urinő maradok, és tovább mentünk, és próbáltam neki beszélgetni, ugye, hogy mit lát meg, hogy műmárvány, meg aranybevonat, meg ilyeneket, és bementünk az ülésterembe, hogy nézze meg. És akkorra már ott volt az egyik kulturális miniszter volt, akkor az ott jött, és mondta neki, hogy hát menjen föl a szószékre. És ez a Michael Jackson, ez karján a Misuval fölment oda a szószékre. És ott a Misu lekapta a piros kis kalapját, hogy éljen a magyar nemzet, éljen Michael Jackson. Akkor kijöttem a teremből, mondom, ezt az én parlamentemben, én ezt nem élem túl. Úgyhogy aztán viszonylag hamar el is ment. Az újságírók meg a padokon ugráltak, meg ez borzasztó volt. És én annyira tisztelem a parlamentemet, hogy ez nekem volt sértés, hogy ilyen az egész légkör. Na, és akkor el is ment. És akkor hát letisztáztam magam, hogy hát igen, hát még Michael Jackson fantasztikus énekes, táncos, minden, de hát nem egy protokoll figura, na mindegy. És pár perc múlva csöng a telefon, és a szervezője hívott föl, hogy a Michael Jacksonnak annyira tetszett ez a parlament, hogy másnap teljesen inkognitóba visszajönne reggel megnézni. Há, mondom, érdemes élni, hát végül is. De aztán nem jött vissza. Tehát de csak mondom. Amikor ezt olvastam az egyik könyvében, akkor az merült föl bennem, hogy
nagyon komoly protokolláris előkészítés előzi meg egy ilyen látogatást. Egy ilyen ismert sztárnak nincs protokoll szakértője, tehát nincs. Aki elmondja, hogy az adott országban mik a szokások, mert ha az ember elmegy a távol-keleti országba is, elmagyarázzák, hogy mit tehet meg egy buddhista templomban, mit nem, milyen öltözéke legyen, hogy mozogjon, nem szabad kiabálni, nem üzünk viccet vagy tréfát nemzeti jelképekből, stb. Nem volt neki saját protokollos szakértője? Ezeket a celebekkel ilyen szempontból nem foglalkoznak. Hát egy celeb nem arról híres, hogy tudja a protokollt, hanem hogy jól énekel. Tehát neki más a árucikke, hogy úgy mondjam, amit visz a piacra. Ővelük ilyen szempontból nem foglalkoznak. Személyes igénye esetleg fölmerülhet, ha nagyon-nagyon odafigyel, meg olyan nevetetése volt. De az önmel valljuk be, hogy ezek a celebek nem igazán arról híresek, hogy beilleszkedjenek egy társadalomba. Tehát ők az extremitásukra mennek, tehát őket nem készítik föl. Más, amikor hivatalos vendég jön, az persze megint más, mert hivatalos vendéget, amikor olyan országban vagy, akkor az ő protokollja fölkészíti. De hát ezek nem a celebek, hanem mondjuk már egy miniszter, egy államtitkár, egy vezérigazgató, az megint egy más műfaj. Még egy történetet elmesélhetne, ez pedig úgymond élete protokolláris csúcseseménye, egy 1994-es 40 delegátból való európai biztonságpolitikai találkozó Budapesten, amely váratlan meglepetéseket tartogat. Hát az tényleg váratlan volt. Ezt is elmondhatná. Hát gondolják el, hogy több mint 40 országnak a miniszterelnöke és államelnöke volt akkor Budapesten. Hát az egész város leállt, ugye? És a kongresszusi központban volt maga a rendezvény, de a parlament épületében volt ugye a miniszterelnök, akihez jöttek ugye vizitálni. És ennek a szervezése, ugye, hogy hány óra, hány perckor, akkor néztem, hogy a Margit hídon már jön a következő delegáció, akkor ezt emerre viszem ki, akkor ezt másik kapunt, hogy ne fussanak össze a gépkocsisorok se. Hát elég nagy szervezés volt. Akkor ugye, hogyha államelnök jött, akkor azt nem vihettem be a miniszterelnökhöz, mert protokoll szerint az államelnök fogadja a miniszterelnököt, mert ő a magasabb. Akkor ott a tárgyalóterembe vittem, és vittem hozzá a miniszterelnököt, szóval nem volt egyszerű. És oda jött hozzám a szovjet nagykövet, hogy Ibike drága, a szovjet külügyminiszter itt most kéne egy tárgyalóhelység, mert leülne az izraeli külügyminiszterrel. És hát az egész parlament, minden zug foglalt volt, hol egy fogadás, ugye akkor rengeteg esemény volt, és az én kis protokoll tárgyalom volt a szabad. Hát mondom, nézzék meg, hát ezt tudom fajánlani, no, ez nagyon jó lesz, biztonságiak megnézték, hogy rendben van, és mondták, hogy akkor lesz a szovjet nagykövet, a külügyminiszter, meg az izraeli külügyminiszter. Jó, berendeltem a cateringet, berendeltem ugye a kávé, üdítő, ami kell, és ott be is vittem, tárgyaltak, és ő izraeli külügyminiszter elment, én kikísértem, de ezek meg ott maradtak benn. És akkor benéztem, és mondják, hogy jaj, 10 perc múlva jön az amerikai külügyminiszter, majd hozza már föl. Ugye őrség, telefon, beengedjék, gépkocsi, beléptetés, tehát az nem csak úgy ment, mint hogy hozzánk jön a postás. És hát őt is fölkísértem, és kiszólnak, hogy nincs valami ennivaló. Este 9:30 volt már. Hát mondom, mi volt? Mondom, Robi. Ugye a protokoll osztály az mellette volt, egy kis folyosóról nyitunk, és amit ott találtam nálunk, ugye a maradék nápolyi Robi, azt úgy bevittem, azt mondja, hogy pezsgőt nem hozna. És szerencsére nálam a protokoll osztály, majd főosztályvezető voltam, nálunk védőitalnak egy üveg pezsgő mindig volt a hűtőbe. Nagy munka után összeültünk, és akkor megittunk öten egy üveg pezsgőt. Hát mondom, azt akkor be tudom hozni, hát de azt be kell szervírozni. Na most ilyen hosszú ez a gólyalábú pezsgős poharak, ugye, elvittem be. Na most én nem vagyok egy pincér alkat. Úgyhogy megálltam, és akkor úgy vittem oda, és egyenként mindenki levet be, hogy arról azt még én fogjam meg, még tegyem le, az már nem ment volna, és akkor azt megitták. Na jó, van, ez is megvolt, amerikai külügyminisztert kikísértem, ezek meg még mindig ott voltak, de akkor már 11 óra volt. És azt mondja a szövet nagykövet, hogy Ibolya drága, elmennénk mi vacsorázni a Magnáskert étterembe. Szólna nekik. Föltelefonáltam az Ibikát, már be vagyunk zárva. Hát mondom, most pedig kinyitnak, mert mondom, a szovjet külügyminiszter enni akar, akkor enni. Úgyhogy fölmentek, és állítólag ott még úgy darabig ettek, ittak. De, szóval ezek, hogy akinek nincs meg az a vénája, hogy meg kell oldani, hanem megretten, az ne ilyen munkát válasszon. Tehát sokfajta ember van. Én mondjuk alkalmas vagyok az ilyen hirtelen megoldásokra, de aki nem alkalmas rá, az ne csinálja, mert az ideg összeomlás kap, stresszes lesz. Tehát ez alkat kérdés, hogy ki tudja ezt egyáltalán csinálni.
7 miniszterelnök közül kialakul-e valakivel ennyi idő alatt személyesebb viszonya? Ami az átlagostól eltérő. Azért nem alakul ki, mert én nem is fizikailag nem ott voltam. Hát én a földszinten voltam, ők meg a főemeleten. Tehát nem is nagyon találkoztunk. Programokon, amikor kísértem valahova, vidéki programra, akkor persze igen. Hát Antal Józseffel végigjártok itt a Csallók közt is annak idején. Tehát olyankor persze előre megyek, helyszínt megnézem, hol lesz az evét, hol lesz a tárgyalás. Tehát ott segítkeztem. De effektíve személyes kapcsolat nem alakul ki, mert nem is nagyon találkoztam velük. Tehát csak a rendezvényekre mentem be. Máshogyha tanácsot kértek tőlem, akkor persze külön, de akkor se jutunk le egy kettesben megbeszélni. Tehát akkor is inkább a titkárságán keresztül. Tehát én úgy nem voltam velük kapcsolatban. És arra volt példa, hogy tanácsot kértek öntől? Mondaná erre példát? Hát ritkán, amikor az Erzsébet királynő volt itt, és ugye volt a vacsorája a parlamentben, és hát ugye pukkerlizni kell, akkor egy pár államtitkár meg miniszter felesége eljött hozzám, hogy hogy kell ezt a pukkerlit csinálni, vagy mit tudom én, leszóltak, hogy akkor bebújós lakcipőt föl lehet-e venni a frakhoz, mondtam, hogy nem csak fűzőcset, tehát ott volt egy-két kérdés, de egyébként mondom, igazából, tehát amivel én most foglalkozom, hogy viselkedéskultúra és előadás, ezeket én ott nem tudtam megmondani, hogy miniszter úr, hogy néz már ki meg. Tehát ott én ezt nem tudtam. Ott én nekem nem az volt a munkám, hogy szépen köszönjé, hogy ülsz gyerekem. Tehát nem, amiket én tanítok. Ő nekik ezt nem tudtam tanítani. Hát őt vagy tudta, vagy nem. És egyébként, tehát ennek van irodalma, vagy egy elvárt viselkedési kódexe, hogy bebújós cipő, vagy fűzős, vagy ez egyszerűen egy megérzés, hogy mi az, ami jól állhat, vagy mi az, ami nem ez. Nagyon-nagyon sok szakirodalom van, öltözködésre különösen sok minden van. Viselkedésre, hát a könyveimet tudnám ajánlani, hogyha gondolja. De egyébként meg, amit sokszor mondanak nekem, például a parlamenti képviselők, őket nem, ilyen fölkészítésük nincsen. Tehát ha valaki politikus lesz, akkor nincsen neki egy ilyen protokollkurzus, ahogy tanuljon meg ilyesmit. Önszorgalomból utána nézhet, vagy rákérdezhet, de speciál ilyen képzést is. Úgynevezett kommunikációs képzés az van, az most nagyon divat, mint az aranyfog. Kommunikációs képzés. Megtanítják beszélni, gesztikulálni, tévébe föllépni, de már az, hogy hogy üljön le egy fotelbe, azt már nem. És éppen egy elég ismert magyar politikus nő, már nyugdíjas, de azért ismert még a neve. Néztem egy fényképet, egy fotelbe ült, na most fotelbe lányok, soha nem tesszük fel a lábunkat, mert a fenekünk lejjebb van, mint a térjük. És ő fölrakta a fotelbe, és viszonylag szűk szoknyába volt, és a fényképen a comb tőjig belátszott. Egy közel 70 éves nőnél, pláne. Tehát ezt neki otthon, hogyha ezt nem, otthon nem próbálja ki egy tükörbe, hogyha leülök, hogy néz ki a lábam, akkor én nem tudom neki mondani, hogy ne haragudjam. Szóval akkor már nem lehet rászólni. Tehát vagy van érzéke hozzá, vagy nincs. Vagy utána akar nézni, vagy nem. Csak a hatalommal az a baj, hogy a hatalom az első 3 hónapban nem szokja meg azt, hogy ennek utána kell néznem. 3 hónap után már elhiszi, hogy ahogy ő csinálja, az a jó. És akkor már nem lehet neki tanácsot adni. Egy idő után már nem lehet tanácsot adni neki. Abban az időben, amikor naponta ott volt még a parlamentben, akkor el is mondta ezeket a képviselőknek, hogyha látott valami protokollhibát vagy viselkedési hibát? Nem, volt, ez nem az én munkám volt. Köre, én protokollfőnökként tulajdonképpen beosztott főszervezető voltam, és a ceremóniákat ügyeltem. Én a személyes viselkedésre nem kaptam jogosítványt. Tehát az nekem nem volt a munkám. Ha csak meg nem kérdezték, akkor az nekem nem volt a munkám. Olyan volt, hogy szóltak, hogy a titkárnője túl rövid szoknyában van, szóljak már rá. Olyan volt. De maga az illető meg nem kérdezte meg, hogy és ő vele mi a baj. Ilyenkor az adott politikusnak, vezető államfőnek a személyes érzései, a személyes világa, vagy ha úgy tetszik, a személyisége, az mennyire hathat a protokollra? Borzasztó sokat. Tehát ennek most látom az eredményét, hogy egy önbizalommal teli vezető, aki kijelentette 2014-ben, hogy őt nem érdekli a PC, hogy ez a politikai korrekt, nem érdekli a PC, aminek ugye része a protokoll, ő ezzel nem foglalkozik. Ez visszahat oda, hogy az egész mostani rendszerben sem törődnek a protokollal. Tehát ez nagyon személyfüggő. Egy Antal érában az igényesség az megvolt. Most pedig az erő van meg. Tehát megint máshol vannak a hangsúlyok. Ezért nem vállalnék én most már semmi ilyen munkát. Ezt mindenképp érinteni akartam a beszélgetés során, hogy 99-ben lezárult egy korszaka. Ahogy elmondta, telefonon elbocsátották.
Azóta eltelt negyed évszázad, éppen negyed évszázad. Ez alatt szakmai ártalomból követi az eseményeket, követi a protokolláris hibákat, vagy ha úgy tetszik, lát jót is, rosszat is? Ezt nem lehet levetkőzni, de ez olyan, van egy ilyen kis szobavizik, amit le lehet tenni a fotel elő, és akkor csak ott tekerem, és akkor a híradók alatt szoktam tekerni. És időnként nagyon fölgyorsulok. Szóval amikor olyat látok, akkor olyan ideges tudok lenni, hogy az nem létezik, hogy ezt ne tudja magától. Hát ilyen nincs, hát nagyon sokszor dühöngök, és ez most politikától független, tehát dühöngök egy ellen, meg egy kormánypártira is, mert a protokoll hibát elköveti. Tehát ilyenkor nagyon tudok dühöngeni, hogy a nemzeti jelképeink használata, piros, fehér, zöld, az nem érhet le a földre. És akkor a szalagátvágásnál, amikor állnak ott 27 darabon, és a szalag vége leesik. Hát ott első teendőm, hogy a szalag végre rászervezem a két hosszú szőkelábút, aki elkapja a szalag véget. Tehát nem engedem azt, például ilyeneknél nagyon szoktam dühöngeni. És mondaná néhány példát, hogy milyen protokollhibákat lát mondjuk politikusoknak? Hát van egy, ami borzasztóan bánt engem, ez a külügyminiszterünk. Ugye nagyon sokszor utazik, de tényleg már rengeteg országban volt, és ha távoli országban vagy, akkor a repülőgépnek technikai szünetre le kell szállni, tankolni, ilyesmit, és leszáll egy kis ország repterén. És ugye ott a repterén, akkor ő leszáll, kiszáll a gépből, betonon, ott megmozgatja a testét, mobilizik, rendben van. De hogyha a külügyminisztérium közölte, hogy annak a kis országnak a miniszterelnökei tisztelet jelenül kimennek ő érte a repülőgéphez, mert ugye lejött egy külügyminiszter, akkor ő már nem jöhet be farmerbe, pulcsiba a betonra. Tehát ő tudja, hogy őt egy hivatalos delegációt fogadja abba a picike kis országba, és ő leszáll farmerbe, pulcsiba, azzal őket bántja meg, hogy ti nem vagytok senkik, nektek így is jó vagyok. Hát van egy olyan kép, hogy az etióp elnöknek a szobájában etióp-magyar zászló kirakva, fotelbe ott ülnek, ugye etióp elnök öltön nyakkendő, a külügyminiszterünk meg ott ül a csíkos pulóverébe, farmerbe. Sportcipőbe. És ilyenkor ilyen zokogok, hogy neki kéne legjobban tudni, hogy egy dolog, hogy ő nem abba az országba indult el, de ha már tudja, mert ezek nem véletlenül alakulnak, ez meg van szervezet, a külügyminisztériumnak szólnak előre, hogy mi akarunk találkozni vele, akkor neki igenis úgy kell ott leszállni a gépből már. Tehát ilyenkor nagyon ideges vagyok. Szóval ő rajta általában találok olyat, amitől ideges vagyok, de hát ez az én igényességem. Amikor 99-ben felhívták telefonon, akkor az derültékből villámcsapás volt? Persze. Semmi előzménye nem volt? Semmi. Hát ebben a 12 év alatt az emberben egy empátia, kialakul egy olyan, hogy ráérez arra, hogy elfogadják vagy nem, és engem elfogadtak. Tehát semmi rossz érzésem nem volt. Tehát ezért volt váratlan nagyon. Állítólag átszervezés, na mindegy, a lényeg az, hogy ilyenkor egy átlagember, pláne férfi mit csinál, hogy adj időt, összeszedem magam, pihenek pár hónapot. A nő meg mit mond, hogy hát éhen halunk. Úgyhogy engem egy pénteki napon hívtak föl, hétfőn bementem elszámolni, és én kedden már elkezdtem a fejvadászégeknek írni, meg anyagokat küldeni, önéletrajzot, mindent, hogy állást találjak, mert muszáj volt keresni. Tehát az nem jön be az ajtón fehér lovon, hogy nem akarok-e valami munkát. De abban a percben elkezdtem utána járni. Tehát nem szabad hagyni az embernek magát soha. Ha valami rossz történik, akkor nem szabad belefelejtkezni, hanem mindjárt keresni kell a kiutat, mert különben minek élünk. Utólag akár azt is elmondhatja, hogy jót tett önnel ez a változás? Hát nézzen rám, hát kivirultam, teljesen jót tett. Úgyhogy kimondottam. Az az írói és előadói munkásság, ami azóta páratlan tempót mutat, az nem született volna meg, hogyha továbbá is protokoll fél? Hát persze, hogy nem, hát ehhez kellett egy ilyen erős pofon, hogy az ember váltson. És emlékszem, mert hát fél éves felmondási időm volt, tehát szeptemberig még ugye volt valami kis pénzem, és hát ugye, hogy utána meg szeptembertől már dolgozni kell. És amikor kirúgtak, annak nagy sajtója volt, mert első voltam, aki a szakemberi gárdából ment el. Mert politikusi állás, tehát államtitkár, azok nyilván változnak. De a szakmai munkát, az első voltam, akit ebből a rétegből kirúgtak, hogy nagy sajtója volt. És az Atinom kiadó hívott föl, hogy nem akarnék-e én könyvet írni. Hát mondom, időm van, írhatok.
szinopszisa van-e? Hát mondom, orvosnál még nem voltam, ezt így nem tudom most hirtelen megmondani. Úgyhogy tartalom jegyzékre, hogy akkor írjak egy könyvet. És én hál' Istennek, hogy mióta eszembe tudom, én nagyon könnyen írok. Nekem egy magyar dolgozat is legalább 14 oldal volt. Én már írom. És akkor megírtam az első könyvemet, a könyvet írok, jó szöveg egy könyvet írok, és akkor ezt leadtam, és amikor megjelent, akkor estem pánikban, mert kiküldték nekem motoros futárral, és rajta volt a nevem. És hogy ez az enyém, úgyhogy szagolgattam meg, szokni kellett magát a tényt, hogy én nekem tényleg van egy könyvem. Utána aztán már többet írtam, az már úgy kevésbé volt ennyire lelkileg megrázó, bár a mai napig is egy dedikálásnál azért úgy vigyorog a lelkem, tehát azért azt nagyon szeretem. Az előadásokra meg úgy hirtelen valahogy elkezdtek hívni, valamilyen, nem tudom, egy ilyen divina machina, nem tudom, egy beavatkozás. És amikor elkezdtek előadni, én rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem. Tehát én, hogy kiállok emberek elé, és akkor az úgy nagyon, az úgy a véremben van. Hát mondtam, hogy a színésznő akartam lenni, már kiskoromban is boldogan szavaltam, meg énekeltem, meg bármit. És úgy kiállni emberek elé, soha nem volt gátlásom. És ezzel, hogy olyasmiről beszélek, amihez értek, hát ez nagyon jó. Szóval én ezt nagyon szeretem, és tényleg hál' Istennek, hogy sokan is igénylik. Nagyon speciális helyzetben van ön, azon is gondolkodtam, mert ezt a szakanyagot ezt el lehet sajátítani. És ha valaki sokszor gyakorolja, vagy sok előadást tart róla, akkor bizony, hogy talán kellő bizonyossággal át is tudja adni. De nincs meg, soha nem lesz meg az a tapasztalata, ami annak van, aki ezt tényleg csinálta is a gyakorlatban. Azt mikortól tapasztalta, hogy hát nagyon kezd menni a szekér? Teltházás előadásai vannak, tele van a naptárja, és sokan keresik. Én valahogy a kezdettől fogva történtek, tehát kezdetben két hétben egyet, utána hetente egyet, tehát szépen lassan gyülekeztek, és egyre többet, nem tudom, hogy szóbeszéd, ilyen filhallás útján, mert reklám az nekem nem volt. Ugye a könyvem az maga a reklám volt, hogy volt egy ilyen könyvem, és az a kapcsán is hívtak már meg, és egyre többen, egyre több felé, és ez borzasztóan jól lett itt is, hogy nézzem meg, mennyien itt van. Hát látom, egy álom. De a csúcs a Szeged. Szegeden van egy ifjúsági ház nevű gyönyörű szép modern épület. 600 fős a nézőtér, és az teltház volt. Plusz kivetítve az előtérbe a presszó részben még 150. És ez már 6-szor megtörtént. Úgyhogy én nagyon ilyenkor az embert, amikor visszahívják, az egy ilyen megerősítés, hogy akkor tényleg jól csináltam valamit. Van olyan cég, amelyikhez minden, már 10 éve, minden évben meghívnak az új kollégáknak a nevelésére, egy orvosi műszereket gyártó cégnél például, oda is már rendszeresen járok. Tehát az embernek az egy ilyen biztonság, hogy akkor biztos érdemes élni. Hát, és ezt alapvetően minek tudja be? Ennyire érdekli az embereket a viselkedés kultúra? Mondjuk ekkora hiányosságaink vannak, vagy egy ismereti égség? Mi van e mögött alapvetően? Nem a hiányosság, hanem az emberek azért jönnek el szívesen, mert olyasmiről hallanak, amit tudnak. Tehát az, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz, ezt tudja mindenki. És amikor ilyesmiről beszélek, meg hogy kell kezet fogni, kinyújt előre, mindenki rábólint, hogy jaj, tényleg, hát ezt is tudtam. Tehát pozitívattól hallanak az emberek, meg őszintén megmondom, hogy a humorra is jönnek, mert azért a komoly szövegre az ember beül, komoly szöveg. De a humortól meg úgy feldobódnak, és hál' Istennek, hogy én nekem meg nem kell erőtetni, mert mindig ilyen voltam, szóval nem tudtam igazán olyan nagyon komolyan venni az életemet. Nyilvános az ön Facebook oldala, úgyhogy szerintem nem nyilvános. Nem. Oda csak az jöhet be, aki előtte nekem ír. Ez azért van, mert régen nyilvános volt, és vadidegenek írogattak, ilyen ne felejts, meg ilyen álneveken, meg minden fénykép nélkül, és volt egy, nem mindegyik volt pozitív, de volt egy, amitől elszakadt a cérna, lesz benne csúnya szó, de idézem, ki vagy te komcsi vén van. Na, engem meg még senki nem kurvázott, de már sok mindent mondtak, de azt nem. És akkor rájöttem, hogy hát én vagyok azok a mérengedek be vadidegeneket. Akkor lezártam az oldalat, csak ismerősöm láthatja az oldalamat, ott biztonságban vagyok. És az lehet ismerősöm, aki előtt ez, hogy itt láttam, vagy olvastam, vagy szeretnék ismerős lenni, akkor visszajelölöm simán, minden további nélkül. De vadidegenek már nem nézhetik meg, pont amiatt, hogy védem magamat is, meg azt a csoportot is, akik ott vannak az oldalamon.
Akkor bocsánat, helyesbítek, tehát már ismerősök vagyunk, és akkor ezért láthattam. Körülbelül 5-6 ezer ismerős, tehát nem olyan, nem kizeltündés, nem maradjunk ennyi. De hogyha spoilerezhetek, előszeretettel posztol arról, hogy mit főzött, hogy kiválóan főz, zenéket is megoszt, illetve nyilván az előadásairól és a cikkeiről is beszámol. Meg a könyveket. Meg a könyveket. Mennyit használja a közösségi média? Sokat. Sokat használom. Egyedül élek. Egyébként szeretek nagyon egyedül élni. Tehát 82 óta én boldogan egyedül élek. És érdekes mondani, ez a Facebook még nekem is ad olyat, hogy végre valakivel beszélgethetünk. És ez a pandémia alatt nagyon-nagyon hangsúlyossá vált. A pandémia alatt nagyon beszűkültek az emberek, és a pandémia ideje alatt jöttek rá arra, hogy a Facebook egy olyan formátum, ahol ha más nem írásba elmondom, hogy az unokám megfázott, nem mondott, adtál neki mézet meg, és akkor elkezdenek beszélgetni. Írásban legalább. Tehát az emberek kinyíltak. Egy csomó embert rázok fel a depressziójából azzal, hogy az oldalamon elbeszélgetünk. És én ezt nagyon-nagyon tartok, és sokat, sajnos sok időt töltök el vele, mert én nekem kutya kötelességem törődni ezzel a családdal, ott úgy érzem. Az egyik kötetében azt írta, hogy ha 24 órán belül nem válaszol egy e-mail, akkor ön meghalt. Ez így van. Így van. Már nekem mániám, hogyha nekem megtisztel valaki és ír nekem, nekem kutya kötelességem válaszolni. Ha más nem az, hogy megkaptam a levelét, holnap után válaszolok. Legalább annyit írok rá, tehát mindenképpen valamit reagálok. Hogy arra, hogy ő nekem írt. És ma is, hát nem, ma teljesen kimerültem, mert egyfolytában egész előtt leveleztem. Mert jöttek, hogy mit tudom én, a barátnője, papája meghalt, de ő nem tud kimenni, de szórás lesz, mit csináljon, küldjön virágot, ne küldjön virágot, mondom, oda nem lehet. A szórásnál nem küldünk, ott nincs virág. Mint, szóval ilyeneket is. Vagy mit tudom én, egyetemistáknak lesz egy ilyen bemutató fogadása, és akkor, hogy a pezsgőt mikor hozzák be. Tehát ezerfajta kérdéssel keresnek meg. És ennek én mivel megkérdezte, nyilván neki ez fontos, tehát ő neki nem ér rá ez holnap. Tehát nekem válaszolni kell rá. Azt is láttam, hogy az egyik könyvében, de lehet, hogy többen is, idéz leveleket, amiket kap e-maileket, és azokat kvázi típus hibáként vagy kérdésekként bemutatva meg is válaszol, és az olvasó is értesül belőle. Nagyon sok ilyen levél érkezik a postaládájába? Nagyon sok. Csak hát nyilván abban a könyvemben csak azt tettem bele, amelyik tényleg olyan, ami több embert érdekel, de nagyon sokat kapok. Hát mondom, naponta 6-8 levél az biztos, hogy van. Mert nekem lehet egyébként, bárki írhat nekem mostantól, mert én azt nagyon szeretem, ha nekem írnak. Egy van csak, meg telefonszámom is, meg a honlapomon az is fönn van, hogy én reggel, már akár reggel 6-kor is, de délután már ne. Szóval én 4 óra, 5 óra felé kezdek úgy nyugdíjas lenni. Hagyjanak engem most már békébe. Szóval este én már nagyon nem vagyok kommunikatív, de délelőtt mindig dolgozom. Az nagyon érdekelne, hogy amióta otthagyta a protokoll szakmát, azóta mondjuk aktív politikus vagy pártrészélő kapott-e megkeresést, akár csak ideig, óráig egy felkészítés, egy kurzusra? 99 óta nem. Nem, hát mondom, ők már tudják. Tehát sajnos nem kérdeznek. Most lett volna egy politikus nő, aki akarta, hogy egy személyes tanácsadás, de mondom, azt nem vállalok, mert 4 szem közt így leülve nem tudom neki megmondani, hogy ne vegyél egybe ruhát, mert te már kövér vagy. Szóval azt nem lehet így neki megmondani. De inkább szóval a politikusokat nem is nagyon kérdeznek, őszintén megmondom, de nem is nagyon szeretném, hogyha kérdeznének. Most már ne. 99 óta hát egy generáció fölnőtt. Egész mások az elvárások is. Tehát más impulzusok élik az embereket. Meg a másik az, hogy egy csomó mindent nem tudnak. Hát nem tudom, képzeljék el, 2 hete voltam műegyetemen egyetemistáknál. Egy ilyen 40 fős tudós csoport, egy ilyen speciális kör. És ők kérték a felkészítést erre a fogadásra, amit már említettem, és hogy kell kezelni az embereket, hogy kell ott kommunikálni, és hogy a fecsegésről volt szó. És mondtam, hogy azt mondják, hogy a nő fecseg, de nem igaz, a férfi fecseg. Csak hogyha a férfi fecseg, nem azt mondjuk, hogy fecseg, hanem hogy de nagy tudású. Tehát, és erre hoztam példának Tordján Józsefet. És fogalmuk nem volt, hogy kiről beszélek. 20-21 éves gyerekek, és nem tudják. Tehát nagyon kell tudnom azt, hogy milyen példát hozok föl, mert itt nagyon beestem a gútba, mert nem tudták, hogy mi a példa, amit mondok.
A modern idők azok mennyit változtatnak a protokollon? Gondolok itt a mobiltelefonra, a Skype-ra, a Zoom-ra, ami pont a koronavírus alatt nagyobb igen, hangsúlyt kapott az életünkbe. Persze, hát az folyamatosan a viselkedéskultúra, az folyamatosan változik. Tehát az nyilván a korok szerint változik. Vannak ilyen régi könyveim, hogy a nagyvilági hölgy tanácsai 1890-ből meg ilyenek. Hát persze, hogy változik a viselkedésünk. És manapság, ami nagyon az, nyilván az a technológia. A mobiltelefon, az internet, a Skype, az egyébek, a Zoom, meg ilyeneket. Persze, hogy ez bejött. Csak a mobiltelefonnál, amire nagyon haragszom, és nagyon sokan nem értik meg, hogy lehet nélküle élni, ki lehet kapcsolni. Attól még persze kap levegőt, ha kikapcsolja. Nem hiszik el nekem. Annyira függőké váltak az emberek. Képzeljék, egyre többen hívnak engem föl, és miközben beszélünk, hallom, hogy ő lehúzza a WC-t. Tehát a WC-ből telefonálás népbetegségében, az kételnek elszakadni tőle, és amit soha nem szabad elfelejteni, hogy én valakivel beszélek, bele van a szemkontaktusom, akkor nem lehet ott a mobil. Mert akkor, ha lenézek, hogy hány óra van, SMS, annyiszor verem a másikat orrba, hogy te nem vagy fontos, de a mobilom az lesz. Tehát az el kell tenni. Vagy a szörnyűség, amikor a család azt vacsorázik, és ülnek körbe, és mindenki nyomogat. Borzasztó. Tehát nem szabad megadni magunkat a gépeknek, mert az emberi kapcsolatokat nem írhatja fölül. Ha valakivel beszélek, akkor ő vele beszélek, és nem a mobillal. Tehát ezt el kell tudni tenni, és be lehet tenni, az lenémítani. Tehát van egy csomó dolog lenémítani. Eszem ment a világ. Annyira információfüggők lettünk, annyira függők váltunk a mobiltól is. Mellettem ült a színházban egy hölgy. Egy elegáns úri hölgy, idősebb, ha mondom én, olyan velem koronai. És a színdarabban a beszélgetés, a két jelenet között egy ilyen zenei átvezető rész mond, hogy csak egy cimbalom zene ment, és ez a hölgy a táskájában nyújt, és elővette a mobilját. Ugye az meg úgy világít, amikor én meg átnyúltam, és ráraktam a kezemet. És akkor kapcsolt, hogy ezt nem veszem elő ilyenkor. Tehát ez egy kultúrhölgy volt, nem is egy ilyen kis celeb akárki. Tehát még ő is nézi, szóval nem tudunk elszakadni tőle, pedig el kéne, mert a személyes kapcsolatokat nem befolyásolhatja. Hát a Skype az meg érdekes dolog. Figyeljék meg televízióba, szakértőt kapcsolunk Skype-on, és a szakértő így beszél. Hát mondom, ez olvassa. Hát mi történik? Neki ki van téve ide a laptopja vagy a tabletje, és automatikusan keresi a szemkontaktust a riporterrel. A kamera meg itt van. Tehát amikor az ember Skype-on mondjuk unokákkal Londonba, akkor nem tum-tum-tum-tum, hanem tum-tum-tum-tum. Tehát a kamerába kell nézni, és nem a képernyőre. Azt is nyilatkozta már, meg is írta, hogy számos viselkedés kultúrabeli fontos dolog, az a génjeibe van kódolva, és nem egy tanult szerep. Például azt hozta föl, hogy az, hogy át kell adni az idősebbeknek, vagy illik a helyünket a villamoson, ez akkor is tudja az ember, és elpirul, és kibámul az ablakon, hogyha nem adta. Így van. Tényleg így van, hogy ez genetikailag kódol? Ez egyszerűen az emberekben benne van, tehát mindenki tudja, az is tudja, aki nem tudja, mert valahon ezt tudjuk. Egyébként meg ez a buszon átadni a helyet, mikor olyan öreg azt mondja, hogy mert nem adta át a helyét a buszon, mert ilyennek a mai fiatalok. Hát mondom, ilyenkor menj oda hozzá, hogy ne haragudjon, uram, átadna a helyét, mert nagyon fáj a lábam, és akkor átadja. Hát oda visszaműködik ez, tehát nem elvárni kell, hanem úgy kell szólni hozzá, hogy megkapjam azt, amit én akartam tőle. És akkor az a baj, hogy úgy érezzük, hogy kellemetlen, hogyha már szólni kell érte? Ezért meg se tesszük? Hát valószínű, hogy ettől félnek az emberek, hogy most én szóljak. Hát inkább, mint hogy leszakadjon a lábam, nem? Hát akkor szólok neki, nyugodtan lehet. Vagy legyen olyan kedves, lépjen a lép. Nem az, hogy menjen rép, hanem volna kedves, ne arra, hogy jól leszállnék. Tehát vannak kultúrmondataink, amiket meg lehet oldani. Amikor így jár kell, utazgat Budapesten és környékén, akkor sok hibát lát? Ilyen viselkedés kultúrbeli, vagy sok hiányosságot lát? Én nem szoktam ezeket keresni. Tehát én nem úgy megyek, hogy na most jó, rossz példákat gyűjtök össze, hanem emberek vagyunk, hát én is van, amikor hibázom, hát persze, hogy hibázik mindenki, létezik ilyen. Együtt élünk, a lényeg az, hogy ne bántsam szándékkal azt a másikat, hanem együtt élünk, hát elrontottan nem úgy viselkedett, hát Istenem, van ilyen. Csak tudni kell az embereket, hogy picikét megnevelni. Például nagyon tipikus a metróba, hogy egy hosszába ülnek, megvannak a varrás,
olvasok, hogy meddig van az ülés. És akkor a vezérhím a nagy terpezbe leül három ülésre. És akkor mindenki csak ott rettek, hogy nem mer leülni. Én meg mit csinálok? Varrástól varrásig leülök az én helyemre, ezáltal az ő combja hozzám ér. Mint a villám úgy kapja össze. Tehát meg kell találni azt a módot, ahogy az emberekkel, ha meg nem, akkor arrébb megyek, hát akkor nem sikerül. De mindenféleképpen segíteni kell feloldani ezeket a problémákat. Tehát nem sápítozunk rajta, meg sírunk rajta, hanem megpróbáljuk megoldani. Az is nagyon érdekelne, hogy a protokolláris szabályok azok mennyire intézményhez kötődnek, vagy mennyire kötődhetnek mondjuk személyhez. Tehát mondjuk egy uralkodó, az változtathat-e a protokollon? Tehát az angol királyra ugyanaz vonatkozik, ha második Erzsébetnek hívják az uralkodót, ha a harmadik Károlynak, vagy lehetnek valami olyan speciális igényei, elvárásai, vagy olyan speciális helyzete, például mozgássérültség, vagy bármi, ami miatt a protokoll is módosulhat, akár tartósan. Hát ilyen szinten már, tehát államfői szinten, legyen az király, pápa, tehát ez ilyen szinten, föl sem merül bennük, hogy változtatni kell, mert az ő státuszukhoz az a fajta etikett rend kell, amit csinálnak 100 éve, vagy 200 éve, vagy még több. Tehát ők azt egyszerűen zsigerből tudják, hogy tartani kell. És ez a szint már, tehát ez a királyi szint viszont el tudja fogadni, ha valaki nem tartja be. Tehát nagyobb tolerancia van benne, mint egy átlag miniszterelnökben, teszem azt. Tehát jó, például nagyon tipikus példa, hogy volt a Pesti Színházban a Audiencia című darab, amiben Erzsébet királynő szerepel, ugye a Halász Judit játsza, és a miniszterelnökei Churchilltől Tony Blairig színészek, és ott tanácsadásra kértek föl hozzá, és az volt ott a kérdés, hogy a teát, mikor issza, a tányért meg kell emelni. És a következő, hogyha ez normál magasságú asztalnál ülök, és itt iszom, akkor nem kell felemelni a tányért. De ha már dohányzó asztalról veszem föl, vagy állva, akkor már alá teszem a kis tányért is. Ez például egy király így születik, ezt már akkor tudja. És hogyha valaki nem így csinálja ő náluk, akkor úgy összenéznek, hogy hát nem tudta, hogy ezt így kell csinálni. Egyébként aranyos volt, mert ugye Wilson volt az a miniszterelnök, aki ez munkáspárti miniszterelnök volt, és hát nem igazán szívta ezt anyatejjel magába, és Hegedűsdé Géza játszotta. És mondja, Ibike drága, hogy legyek én bunkó? Mondom, nyalja meg a teás kanalat. Azért, hát azért, azt nem. Mondom, akkor álljon el a kis ujja, úgyhogy most így isz a teát a színpadon, azért hozzá kell szorítani, de jön itt, és akkor az elálló kis ujj már árulkodik róla, hogy nem az a hokneveltetést kapta meg. Egyébként meg, hogy változtatnak-e rajta, alapvetően nem változhat, nem változik meg az a protokoll, mert ez náluk mondom a hagyomány őrzéséhez tartozik hozzá. Az általuk irányított népnél pedig, hogy mennyire változik, aki királyhívő, ugye Nagy-Britániában is, az szigorúan tartja. De ott olyan vegyes kultúra van már, hogy ott már borzasztó nehéz elvárni, hogy egy angolos viselkedést lássunk az utcán. És ezeknek a protokolláris elvárásoknak, szabályoknak, ezeknek, hogy látja, mi adja alapvetően egyébként az erejét? Tehát az adja az erejét, hogy ez egy általános közmegegyezés, az eltelt akár több évszázadnyi idő, vagy az, hogy már meg, ez egy szokásjog, miben rejlik alapvetően az erejét? Abban az embereknek igénye van arra, hogy együtt kell élni. Tehát nem lehet egy elefántcsontoronyba fölmenni egyedül, aztán ott el vagyok 60-80 évet. Az együtt élés kultúrájához kell az, hogy valami kis olyan szabályokat betartsunk, amivel a rendőr nem ír föl ugyan, de amitől a kommunikáció sántíthat. Tehát, hogy a másik emberhoz hogy szóljak hozzá, és ez nem fog elveszni. Tehát olyan nincs, hogy ebbe az legyen az átütő erő, hogy én megyek és én győzök. Mert akkor olyan is. Hanem ott az együtt élés szabályot, és ezt mondom, ezt minden kultúrában másképp írják elő, és muszáj betartani, mert hiszen együtt élünk, nem lehet egyedül élni. Tehát az együtt élés, hogy akár egy buszon, az utcán, egy színházban, bárhol az együtt éléshez megvannak ezek a szabályok. Ön támogatná azt, hogyha
iskolai tananyag lehetne valami fajta protokoll? Igen? Nagyon számogatnám, mert szükség volna a gyerekeknek erre. És mai napig egyébként Magyarországon, amit tanulja voltam, hogy nagyon sok tanárnő, vagy hát inkább tanárnő, teljesen önkéntesen ezt elkezdi a viselkedést, a protokollt tanítani. Vannak ilyen protokollszakkörök, meg osztályfőnöki órák, meg tehát foglalkoznak vele a pedagógusok, már amelyik a gyereket tényleg nevelni akarja, az foglalkozik vele, és sokszor mondják azt nekem, hogy a gyerek már megtanult, hogy amikor leül az étkezdébe, akkor nem teszi le a könyökét, mint az olajfúró torony, hanem megemeli a könyökét, ugye, amikor eszik, nem támasztja le. De azt mondja, amikor hazamegy, akkor a szülei meg letámasztják. Tehát nem mindig tud. De én támogatnám ezt, hogy az iskolában ezt tanítsák, mert valahonnan az a gyereknek muszáj ezt megtanulnia azért, hogy majd egyszer sikeres legyen. A pedagógusok, csak az eszembe tud hegyet. Nem baj, hogy... gyakran hívnak meg pedagógusok, és osztály, ilyen iskolai tanári kar. Ugye hát tipikus példa, 28 nő, egy férfi. Hát, és a végén ilyen egyszárnyas ajtón mentek ki egyesével a nők, és a férfi ott azt mondja, hogy Ibolya, nekem meg kell várni, még mindenki kimegy. Hát mondom, nem, hanem ahogy jönnek a nők, maga ránéz az egyikre, és közelebb lép. Aztán a másikra, és már benne is van a sorba. Tehát a szememmel zavarok be. Ijetetlen. Alapvetően milyen problémákat lát mondjuk tárgyalástechnikába Magyarországon? Gondolom, hogy nagyon sok cégvezetővel, vagy ahogy említettem, vállalati vezetőkkel kerül kapcsolatba. Milyen problémákra hívják fel a figyelmet, hogy saját maga mit lát? Én ilyet nem nagyon látok, mert én nem vagyok olyankor benn. De amit elmondok mindig, hogy nagyon függ attól, hogy hova ülök le a másikkal. Mert a fotelbe ülünk egymással szemben, akkor szép időnk van, jó napot kívánok, ilyen fecsegés van. Ha döntésre akarom rábírni, akkor normál magasságú asztalnál kell leülni vele tárgyalni. Mert akkor az asztal minket összeköt. Tehát, hogy ki üljön mellém. Hát a jobbomra azt kell venni, aki az első számú emberem. Mert aki a velem szemben ülő vendég, tudja, hogy esetleg velem nem találkozik, de memorizálja a jobbomon levőt, mert ő lesz majd a tárgyalópartnere. Ilyen apró kis trükkök. Vagy tárgyalóasztalra nem teszek fő pogácsát. Hát ez a külügyprotokollnak az álma. Minden egyes alkalommal a tárgyalófejnek 5 sós, meg 3 édeset teasütemény ki van téve. Meg ilyen víz, meg olyan víz, meg gyümölcslé, oda se férnek. És nem egy képet látok, hogy a tévében, mikor biciklizek, hogy amikor leülnek tárgyalni, hogy hát akkor a Paks 2-t, ha végigveszünk, de várjon már, hiszen már anyjadefünk. Tárgyalásnál nincs pogácsa, vagy elnöki asztalnál pogácsát. Hát akkor a lakossági fórumokat megnyitom, de várjanak, én ebből lesz. Az nem lehet. Tehát akkor nincs evés, ha tárgyalok, akkor nincs evés. Mert tárgyalunk. Meg a másik, hogy egyszer mentem egy helyre, és a házigazda ugye kezet nyújt nekem, amikor fogad valaki, akkor mindegy, hogy férfi vagy nő, mindig a fogadó fél nyújt elsőnek, nyújt nekem, én ügyek le. És ez nem asztal volt, hanem csak olyan 70 centis padszerűséges, hogy leültünk, összeért a fejünk meg a térdünk. És ő mit csinált? Na most, aki így ül, azzal nem lehet beszélgetni, az az ilyen elzártam otthon a gázt. Na most, ha önökkel bármikor bárki mer így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. Ment el lekapja a karját. Egyébként meg érzik, szóval az ember, hogy ezt tudja agyilag, ehhez meg kell öregedni. Én imádok öregnek lenni, ma az ember ilyeneket úgy hirtelen kitalál. Tárgyalási helyzetben is lát olyan hibákat, amit mondjuk két államfő, és az egyik valahogy túllő a protokollon, vagy olyat enged meg magának, amit nem szabadna. Mondjuk a nagyhatalmi státuszát is ezzel demonstrálja. Lát erre hibákat? Államfői szinten ott már azért kevésbé, de külügyminiszteri szinten megint a külügyminiszteremet kell elővenni. Nagyon a bögyemben van, meg kell, hogy mondjam, és nem azért, hogy most milyen párt, mert teljesen mindegy, hanem ahogy a diplomácia feje kéne, hogy legyen.
Következő volt, én beszélek oroszul, éltem ki 4 évet, tehát nekem mondjuk az nem probléma, és a tévében láttam, tárgyalóasztal Lavrov külügyminiszterrel ült a mi miniszterelnökünk. És a mi miniszterelnökünk letegezte a Lavrovot. Külügyminiszterről beszélek, és ő letegezte az orosz külügyminisztert. Most feltehetően ők előző este vacsorákor összetegeződhettek, gondolom ez lehet, de tárgyalóasztalnál ilyen, amikor két ország találkozik, nem lehet. Ezért Lavrov őt visszamagázta. És a külügyminiszter még ekkor sem kapcsolt, hanem ő tovább tegezte. Hát ha én tegezek valakit, és ő magázva válaszol, akkor automatikusan átváltok magázásra. Tehát ez például egy stratégiai hiba volt. De egyébként pedig mondom, olyan, hát amerikai elnöknél persze látok hibákat, de hát az egész más kultúra. Szóval őt kérdeztem volna még. Gondoltam, de az egész más kultúra, szóval ott az a lábamat fölrakom, meg nagy terpeszből, szóval náluk az egész más, mert Amerikában ugye ott mióta USA létezik, azóta az demokrácia. Eleve úgy születtek, hogy a demokrácia van. Tehát az elnök egy közülünk. Tehát ő fölgyűri az inget, pocsizik a McDonald's-osat, belefért. De európaiságban ez azért nem fér bele, mert nálunk több ezer éve volt hol egy császár, hol egy király, hol egy főnök. Mindig fölnéztünk a vezetőnkre. Amerikában nem néznek föl rá, mert egy közülünk. De a mi kultúránkban ő valamivel több, mint én. És nagyon sok politikus ezt nem érti meg, mert lemegy a nép közé, és akkor ilyen pulóverben meg gatyába odaáll, hogy egy vagyok a nép közül. De te nem vagy egy közülöm, hát te vagy a miniszter, vagy te vagy egy több. Tehát neki többnek kell látszódnia, mint én, mert ő a vezetőm. Ez az európaiság bennünk. Ez Amerikában ez nincs. Hát ott azért vannak olyanok, amikor elájulok. Hát Trumpnak ez a... Például Trump hozta be azt, hogy ülnek ott a kandallónál a fotelbe, ugye sajtófotó, és ülve fog kezet. Hát ülve nem fogunk kezet, gyerekeim, az föl kell állni, nem? És akkor ülve fogod kezet, és áthajolva olyan gusztusosan, hát szóval azt azért úgy nem. De hát az azért nem érdemes, mert nem a mi kultúránk. Tehát tudomásul kell venni, hogy ott olyan a világ. Vagy most a legutolsó, hogy más a kultúra, nem 2 hete történt, hogy itt volt a vietnámi miniszterelnök Magyarországon, és ő, mikor mentek az Orbán Viktorral, vonultak a folyosón, ő megfogta az Orbán Viktor kezét, és kézen fogva mentek. És mindenki, hogy... És fölhívott több sajtó is, és akkor mondtam, hogy Vietnámban ez szokás. Ott a jó barátságot jelenti azt, ha megfogja a kezét, és kézen fogva mennek. Ott elfogadottak az ő kultúrájukban egy bensőséges baráti kapcsolatnak, és nem meleg kapcsolatom, hanem mert jó barátom. És ez, hogy akkor a miniszterelnök miért nem rázta ki? Azért, mert nem veheti el. Ha már a vendég megfogja, akkor neki tartani kell, ő nem tud már csinálni. Hát neki el kellett tudni fogadni ezt a fajta gesztust. Tud arra példát mondani, és gondolom, hogy nyilván tud, ami mondjuk az európai vagy a magyar protokollba belefér, de mondjuk a távol-keleten az szigorúan tilos. Például a fölrakott láb, ugye nálunk a politikus is fölrakja a lábát, de ez azért nem kell távol-keleten, azért rossz, mert ott a talpnak a látványa, meg általában a láb önmagában az nagyon olyan visszataszító, tehát ott nem teheti föl a lábát. Vagy például kézfogás, meghajlás, ugye, hogy mennyire hajolnak meg, milyen mélyen, hogy hajolnak meg. És egy japánnál nem csak fejből, hanem a feneket kinyomva kell meghajolni. Tehát vannak ilyen apróságok. Lényeg ennek, hogy aki megy oda abba a kultúrába, előtte föl kell abból a kultúrából készülni. Például Antal József ment a feleségével Japánba. És akkor a feleség engem a lakásra fölhivatott, hogy nézzem meg, hogy melyik program, női program, melyik programhoz mit vegyen föl. És hogy akkor a császári fogadásra Amerikából kapott egy gyönyörű szép aranysárga ruhát, ilyen kis komplét kabátkával. Mondom, azt oda nem veheti föl, az a császár színe, ott azt nem veheti föl. De ez honnan tudja másképp, hanem egy szakértőtől. Tehát a megkérdezés, ami a fontos benne. Még egy kérdéskört mindenképpen érintenék, ez pedig a politikusnak a mellébeszélése. Biztos, hogy rááll a szeme, hogyha a politikus csúsztat, félrebeszél, vagy esetleg tudatosan hazudik. Ennek milyen nonverbális jelei vannak? Hát ezt tanítják. Ezért van a kommunikációs képzés, hogy ugye azt mondja el, amit ő akar, és nem amit kérdeznek tőle. És hogy mellébeszél, és figyeljék meg, hogyha ül a stúdióba, és a kérdésre így kicsit elkezd így forogni a forgószéken. Na mondom, ez hazudik. Vagy az orrához nyúlja, az orra töve szája, ez a háromszög.
meg ezek, hogy hány kiló kedves Ibolya. Én mondanám, hogy hát olyan 81-2, tehát valami sunyiság. Tehát a fölkapja a kezét, megmozdul a kezét, fölrapja a karját. Tehát nyilván ezer ilyen testbeszédjel van, amit szintén tanítanak nekik, csak ezek automatikusak. Tehát ha akarja, hanem ez hirtelen kibukik belőle ez a... Szóval, na mondom, jó van. Mi lesz a következő kötet? Mind dolgozik most. Nincs több? Nem, hát ez, megvan ez a 6 kötet, most már én már nem isszuk sárika vizet, mert lehetne, hogy így átcsoportosítani meg úgy, de végül is már nem. Most a legutolsó, hogy átdolgoztam a ráérő időmben, a utolsó kettőt átdolgoztam, és mind a kettőhöz betettem egy online protokoll fejezetet, amiről korábban nem írtam, mert ugye nem volt, hanem az a pandémia alatt alakult, hogy hogy kell ugye home office, meg ilyeneket. Arra van egy külön fejezetem, de csak hozzátettem az előzőhöz. De már új könyv nem lesz. Azt gondoltam, hogy ezekből az e-mailekből, megkeresésekből összeáll időnként, akár néhány évenként egy újabb kötet. Még azt árulja el, meddig van tele a naptárja, meddig lát előre? Hát most áprilisig már eléggé tele van, de már van szeptemberi foglalásom is. Tehát az, aki mikor szól, akkor beírom a naptáramba, és akkor az már fix. De most egy kicsit sűrű ez. A február-március ez most nagyon sűrű lesz, és már áprilisra is azért, sőt már májusra is van. Nagyon sok jó erőt kívánok hozzá, sok kitartást. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ígértem, hogy lesz lehetőség kérdezni. Mindenkit arra biztatok, hogy tényleg éljen a lehetőséggel és kérdezzen. És vagy hallhatóan a saját helyén, esetleg fölállva, vagy ha közelebben, akkor szívesen a mikrofont előrébb viszem, hogy mindenki biztosan hallja. Kinek van esetleg kérdése? Ahogy a beharangozóban mondtam, amit mindig szeretett volna tudni a protokollot, de sosem merte megkérdezni. Oda viszem a mikrofont, parancsoljon. Lehet, hogy fog menni mikrofon nélkül is. Jó estét kívánok, Judit vagyok, üdvözlöm kedves Ibolyát. Nagyon-nagyon sok előadását megnéztem a YouTube, különféle YouTube csatornákon, és abból tudtam meg, hogy hévízen tölti a szabad idejét. Van-e újabb hévízi története? Mert nagyon érdekeseket mesélt a gyógyfürdőből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát most ott mindig van valami sztori. Hát a legújabb, ezt elmesélem Leesnek. Következő történt, hát ahogy öregszik az ember, hogy a lábam ugye dagad. És mondták, hogy ez nyirok, és nyirokmasszázs. És én masszázsba lemegyek, és ott nem hasa, hanem ugye a hanyat kellett feküdni, hogy elkezdjék itt nyomogatni. És mondja a masszőr, hogy most akkor forduljak meg hasra. Na de ez nem asztal volt, csak ilyen vasalódeszka. És ahogy így kezdtem megfordulni, legömbölyögtem a földre. Lányok, megmozdulni nem bírtam a röhögéstől. Szóval ott fekszem félmeztelenül, lábamra tekeredve a lepedő. Hát szóval alig bírt, azt mondja, hogy majd ő fölhúz, mondom, aztán nem fog menni, hanem ugye hát már a koromnál fogva előbb térdre, és akkor ahogy szoktunk felállni, de mondom, ez is egyszerűen meg. Ami most nagyon zavar engem az, hogy most szállodában voltam, nem a túra jártam, nem most szállodában voltam, és ugye a szálloda nem meri azt megírni, hogy ez most gyerekbarát vagy nem. És ahol nincs gyerekmedence, meg nincs külön gyerek, ugye animációs program, minden, oda nem kéne gyereket vinni, mert az ember oda a felnőtt is pihen. Most nem azért, hogy most én nem szeretem, mert szeretem a gyerekeket, de amikor az úszom ott a medencébe, akkor nem jó, ha a fejemre ugranak valahogy, nem rosszul. Tehát, hogy ez a gyerekes program, ez valahogy külön kéne kezelni egy szállodának. Meg amikor, hát ez a halálom, jön Lorelei, hosszú szőkelábakkal, és a vízbe így úszik utána a haja. Szóval ez valami borzalmas, hát rátekeredik az ujjamra a hajszál, hát szörnyűség, hogy ezt nem úszómester, hát nem szólunk rá, Ibike, az osztrák vendég, nem mondom, jó van. Úgyhogy azért van, jócskán van hévízi. Jó szállodában. További kérdés, vagy kérdések? Szeretnénk megköszönni. Kicsit lehetne hangosabban, bocsánat. Szeretettel szeretném megköszönni az előadást, és éppen ma délelőtt beszéltem egy teljesen mindegy egy irodavezető barátommal, aki mondta, hogy a több előadását látta már interneten,
és a Gergő kérdésére, hogy miért van ekkora igény rá, hogy maga a téma, vagy a maga a protokoll, vagy a viselkedés kultúra az ennyire érdekfeszít, vagy ennyire érdekli az embereket. Biztos vagyok benne, hogy az előadónk, kedves Igolyának a varázslatos személyisége, humora és... Ez kérdésem lenne talán, hogy a mai viselkedés kultúrának a legnagyobb áldozatának én a magyar nyelvet érzem. Lévén az én anyukám magyar tanár volt, tehát ez engem rendkívül rosszul érint az, hogy a nyelvhasználatnak, szóval annyira fellazultak a nyelvhasználatnak a protokolláris dolgai, hogy az azért most már, most nem arra gondolok, hogy új technológiák jönnek be, és mondjuk egy egérnek a neve, vagy egy chat, mit jelent. Hát ezek egy új fogalmak jönnek be, a nyelv változik, de egyébként a nyelv használat fegyelme az rendkívül... Teljesen igaza van. De és én is nagyon-nagyon rosszul viselem egyrészt a csúnya beszédet. Szóval a vaze, hú, ezt elbuttam... elrontottam, vannak magyar igék, tehát nem kéne mindent a B-vel mondani. A másik pedig, hogy a nyelvhelyesség, hogy a nyelvtanilag hibás beszéd az olyan, mint a szájszag, ahogy szoktam mondani. És nézd, eleink is, hogy meme volt, meg hogy én, mint polgármesterként, szóval, meg ez a léci-léci, köszike-puszika, szóval komolyan mondom, hogy a nyelv, pedig hát... ez tart össze minket, tehát nincs más még egy ilyen nyelv a világon, mert minden globalizált. Ugye már a boltban is, hogy milyen rizs, meg milyen konzerv, teljesen mindegy, mert minden egyforma már, minden globalizált. De a nyelvünk, arra azért kell vigyázni, mert ilyenből nincs más. Ez tart össze minket. És ha nyelvünket lazán vesszük, és csupa külföldi szó, persze, hogy nyilván, hogy vannak jövevény szavak, hát persze, hogy vannak. De hogy e-mail, azt nem lehet drótpostának mondani, hogy Vágó Istvánnak akart annak, de jönnek be ezek a szavak, de legalább ami megmarad, azt legalább őrizzük meg. Meg az izé, meg a vaze. És ez csak egyféleképpen módon lehet megőrizni, ha az ember a gyerekekkel beszélget. És nem úgy, hogy igen, meg nem, hanem hogy történt. Hogy a gyerek kifejtő mondatokat tudjon mondani. Izé és akkora izé, mond rendesen, mi történt. Tehát engedni kell a gyereket, hogy megtanuljon beszélni. Mert ők már csak nyomogatnak, meg néznek. Tévé nyomogatát. Tehát nem, nincs meg a beszéd készségük. Én például iskolába egymással szemben leütetném a két gyereket, hogy beszélgessetek. És nem úgy, hogy és akkor én, vagy nekem meg, hanem arra figyelj, hogy ő mit mond, és arra válasz. És ha megtanul beszélni, akkor a nyelvünk is jobban megérződik. Köszönöm szépen, a konkrétan erre vonatkozott a kérdésre. Köszönöm. Parancsolja. Jó, szükséges. Nekem teljesen hétköznapi kérdés van lehet. Hogyan illik egy tárgyalásról, vagy egy üzleti megbeszélésről kikéreckedni? Ez azért nem légből kapott kérdés, például a könyvelők, könyvvizsgálók mesélik, hogy papírhalom, meg minden, meg time, minden, és én már majd bepisél. Hogy akkor mit csináljam? Mondom, azt kell mondani, hogy ne haragudjon, lehetne egy pár perc szünet. Nem az, hogy pisilni kell, hanem lehetne egy pár perc szünet, vagy majd meg fullad, már ki van száradva a torka. Kaphatnék egy pohár vizet? Szólni kell. Tehát, hogyha egy tárgyalás közben, akkor elnézést kérek, lehetne egy pár perc szünet, mert már biztos mindenkinek kell, csak nem merik mondani. Tehát ilyenkor nyugodtan ezt szóban fel lehet oldani. Parancsoljon! Nekem is lenne kettő kérdésem. Az első, hogy jól látom azt, hogy egy gyereknél az első három kedves hölgy a legfontosabb. 0-tól 3-ig anyuka, 3-tól 6-ig óvónéni, 6-tól 9-ig az első tanítónéni. Hogy ez igaz-e vagy sem, vagy ez csak én... Ha persze, te szerintem evidens, ez persze. A másik. Jól csináltam azt, amikor az első osztályomnak a taglójára én magamat nem a tanárokhoz tettem, hanem a gyerekek közé. És azóta mindig így csinálom, hogy ez helyes, vagy ez... Hát a tanító bácsi, akkor igen. Tanár. Középiskola. Középiskolában ott azért már a tanár. Tehát ott azért már valaki, mert a gyereknek egy tanár, egy középiskolában már azért félisten. Igen,
Tanítóként még belefér, de szerintem tanárként már ott külön kell valamennyire kezelni. A gyerek szempontjából. Ahogy érettségi találkozókon is, nem mondják azt 10 év múlva, hogy most már tegezzél, mert a gyerek nem tud tegezni, a tanár urat nem lehet. A gyereknek a lelkében benne van, hogy a tanár az több, mint én. Akkor lehet, hogy ezzel nem jót kezdtem el, mert azóta abban az iskolából tanítok, ott már 40-50 olyan tabló van, ahol az osztályfőnök lent van. Szíve joga, hát persze, szíve. Ahogy mondtam, hogy a rendőr ilyesmire nem írja fel, csak a véleményemet kérdezte, tehát én arra válaszoltam. Jó, még egy kérdés. Még egy kérdése van ide. Ki az, aki még kérdezne egyet? Parancsolj, nem látom az arcát, csak igen. Bíróság, ilyen kérdése lenne, hogy többször említette, hogy visszajár Szegedre. Hogy veszi észre ott a közönséget? Több a fiatal, kevesebb a fiatal, vagy a fiatalokat is kezdi már az érdekelni, vagy... Ez nem csak Szegeden, ez máshol is, ahol, ilyen, ahol a lakosságnak hirdetik meg, tehát nyilván az előadásom, ott egyre több a fiatal. Tehát ez a 20 éves gárdát már érdekli. A picit, hogyha elhozza a 10 éves gyerekét magával, az általában már unja, mert a 10 éves gyereknek már nem elég egy impulzus. Ő már nem tud figyelni 20 percig, neki már kell ezt nyomogatni, odanézni, elmideni, tehát ő neki több információ kell egyszerre. A 20 évesek pedig már beülnek. Tehát nyilván azért zömmel a 40-50-esek, vagy esetleg még az idősebbek vannak, de már vannak a 20 évesekben, és rendesen is elég sokan kíváncsiak rá, szerencsémre. És mondom, nem csak Szegeden, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol. Hölgyeim és uraim, a Magyar Protokoll nagyasszonyát láthatták, hallhatták. Ne haragudjon. Jó. Görög Ivaja volt ma este vendégünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És nem tudom, hogy szereti a bombon. Önnek jár a taps.